Szép jó napot kívánok, ez itt az NX TV is benne, az első DTM Hungaroring futama. Nos, hát lássuk, mi is történt szombat este. Nos, hát a srácok fel is álltak a célra. Elindult a felvezető. És akkor a kvalifikáció az úgy nézett ki, hogy Pécsvári az első, Kis Barnabás a második, Orbán Tamás a harmadik, Elekes Csaba a negyedik, Szombati Péter az ötödik, Raffai Ádám 6., Sáfrány István a 7., Súlyok Norbert a 8., Kárász Rudolf a 9., Farkas Márton 10, Jaksi Gyula 11, Kis Levente 12. Kovács Dávid úgy néz ki a boxból fog rajtolni. És egy újdonság, és ezúttal is gratulálunk Sáfrány Istvánnak, úgyhogy a ligában újabb apa szerepel, Sáfrány Istvánnak babája született, igaz nem ő szülte, de hát vannak még ilyenek. Úgyhogy ezúttal is gratulálunk neki. Srácok melegítik a gumikat, nehogy kihűljenek. Remélem nem lesznek balesetek a rajtnál. Úgy néz ki, a múlt heti taktikája Orbán Tamásnak bejött, és ezúttal nem kapott túl sok súlyt. Na, szépen felállnak a srácok a rajtrácsra. Így is van, kigyulladnak a piros lámpák, elalszanak, és azt a Kis Barnabás egy nagyon-nagyon jó rajttal feljött az első helyre. Orbán Tamás a második, lássuk az első kanyardán mi fog történni. Barnabás megtartott az első helyet, Orbán Tamás közben visszaelőzte, sőt, Elekes Csaba jött fel a második helyre. Orbán Tamás megtartott a harmadik helyét, Pécsvári nagyon visszaesett, a negyedik helyre esett vissza a rajt után. Ott hátul Szombati Péter bujkál Raffai mögött, próbálna megelőzni. És közben a sikánnál jártunk. Szúlyok rákapaszkodott Szombatira, lássuk. Ó, de még itt hátrébb is van, Sáfrány István, Farkas Márton, és Jaksi Gyula. Márton megelőzi Sáfrány Istvánt, de István nem hagyja magát, picit betúrotta oda magát. Viszont Gyula próbálkozik. Gyula? Hon vagy Gyula? Itt vagy Gyula. Gyula próbálkozik Istvánnal, célegyenes.
Hát talán nem volt jó kigyorsítás, vissza is sorol. Viszont itt hátul kis Levi is kárászoló csetepatéját láthatjuk. Rudolf megpróbálna megelőzni Levit, de itt még elől, még Gyula nem adta föl, sőt István se adta föl azt a 8. helyet. Így per pillanat most itt elég érdekes a fejlemény. Hát István próbálkozik itt is, ott is, amott is, de kéne egy jó kigyorsítás, és akkor a célegyenes végére meg tudna előzni. Itt a sikánnál sok esélye nincsen. Közben, amíg nem előzi meg István, addig előre megyünk, igaz, fordítva hátulról. Kovács Dávid is kijött a boxből, a 13. Elő túl sok minden nem változott. Kis Barnabás az első helyen, Elekes Csaba második helyen, nincsenek túl közel, viszont itt Orbán, Pécsvári és Raffai elég közel vannak egymáshoz. Jobban mondva, Orbán és Pécsvári. Akkor maradunk itt egy pár pillanatig, hogy lássuk, hogy mi történik. Hopp, Orbán kivetődik. Lássuk a féktávnál. Így is van, féktávnál meg is tudta előzni Pécsvárit. Viszont Pécsvári nem hagyja magát. Itt a szogatja. Közben addig taszogatják egymást, hogy megérkezett Raffai. És most már Pécsvárinak nem, hogy előre kéne figyeljen, hogy Orbánt megelőzze, hanem hátra kell figyeljen a Raffaira, mert Raffai eléggé közel sunyiskodta magát. És közben ott hátul, ami akciót látok, nézzük csak meg. Nem, csak szerettem volna. Szombati közeledik Súlyok Norbira. De ilyen rágógumi, feelinges közeledés. Ott közben ki vagy te ott hátul, Szombati, és Farkas Márton. Hát Farkas Márton úgy néz ki, hogy kipécézte Szombatit. De hát az a helyzet, hogy egyik kigyorsítás az egyik srácnak sikerül, másik a másiknak, és emiatt nincs előzés. Közben menjünk még hátrébb. Sáplány István. Hoppá, Sáplány István hátul van. Jaksi megelőzte, hogy látom, úgyhogy itt valami történetet. Kis Lement a 11. Kálaszuló 12. Kovács Dávid hát próbál felzárkózni, de hát a boxból indult, eléggé le van maradva. Na, közben itt az első második helyen talán lesz egy kis akció. Kis Barnabás, illetve Elekes között. Illetve Orbán és Pécsvári között. Közben Pécsvári ugye megelőzte Orbánt. És megkapta Orbán a nyakára a Raffait. Szóval megint lemaradtunk egy előzésről, de hát sajnos ez van. Közben itt hátra. Igen, és most láthattunk egy, nem vagyok benne biztos, hogy előzés volt. Maradjunk itt, mert úgy néz ki, hogy itt akció van. Ejj, és Jaksi Gyula kicsit megtoszongatta Farkas Mártont. És Gyulát előzi, kielőzi Sáfrány István. Lássuk, a féktávnál be tudja tenni az autót.
És belső íven kicsit kisodródik Gyula, és Istvánnak meg is van. Úgyhogy István zárkózhat fel újból. Na nézzünk előrébb, úgy néz ki, hogy itten Súlyog Norbert és Szombati Péter. Hát azt hittem, hogy közelebb vannak, de nem nincsenek annyira közel. És Szombati kisodródik egy kicsit, de nem lassul be. Lássuk itt a sikánál. Itt is meg tud dobni. Hátrébb valami. Semmi. Végül Kárasz Rudolf meg tudta előzni kis Leventét, hát sajnos ez van. Na hát itt elől töretlenül semmi nem változott. Annyival, hogy Pécsvári már a harmadik helyen van. És zárkózik fel Elekes Csabára. Ami azt jelenti, hogy Csabának most már hátra kell figyeljen, nem sokára. Hát ilyen csoportokat alakítottak a srácok, hárman elől, aztán a 4-5, ugye kicsit lemaradván. Hopp, és Pécsvári nem sokat teketóriázik, meg is előzte Csabát. Hát ez inkább olyan elengedős volt, nagyon úgy tűnt. Lehet, hogy Csaba nem akart beleszólni a kettő csatájába. Illetve nem tudom, hogy milyen súlyokkal mennek. Nem mondjuk az után, nem néztem utána, de Becu jövő héten utána fogunk nézni, addigra ha minden jó megy, akkor helyreáll a közvetítői csapat, és akkor Szabó Krisztiánál tudja majd mondani nekünk, hogy ki milyen súlyokkal volt, stb. Meg persze a pontállást egyen-petyen, app és összeakadnak. Pécsvári nagyon akarja azt az első helyet, mert talán nem úgy kéne, hogy kiütik egymást. Szépen külső ív. Viszont a nagy előzésből inkább feltartás volt. És lehet, hogy Elekes lesz a harmadik nevető. Ó, és kiütötték egymást Rafai és Sorbán. És ráadásul Szombat is megérkezett, majdnem belépment, úgyhogy le is kellett fékezzen. Közben itt hátul Sánfrány István már a 8. helyen Súlyog Norbertet zaklatja. Úgyhogy úgy néz ki, hogy az apuka minél hamarabb be akarnak fejezni ezt a futamot, mert ugye pelenkát kell cserélni, úgyhogy... Hetedik körben vagyunk. Ha eddig nem mondtam volna. Különben Farkas Márton rázárkózik Sánfrány Istvánra. Úgyhogy István nem kényelmesen autózgat. Na, és most kilöki, és belöki, és ajjajajajaj. Súlyog Norbi, hát nem tudom, hogy most a kigyorsítás miatt, de hibázott. Illetve Farkas Márton megválta, úgyhogy lehet, hogy Márton úgy érzi, hogy ő volt a hibás. Mert egy picit összeakadtak, és úgy gondolta Márton, hogy még mielőtt meg nem büntetik, inkább visszaenged Norbertet, igen.
Hoppá, és megérkezett Pécsvári, de nagyon megérkezett kis Barnabásra. Ebből előzés lesz. Hát vagy nem, de az biztos. És Pécsvári a célegyenes végére talán meg tudja előzni egy az évédi belső évet. Hopp, egy kicsit összeakadtak. Pécsvári most előnyű van. De kis Barnabásnak belső évet kell védje. Most újból Pécsvári van a belső éven. És most megint kis Barnabás lesz a belső éven, ha jól számolom. Így is van, és le tudja védeni. Újból ott tartja. Hát elég szépen védi Barnabás az éveket. Most eljöttük a sikán mellett. Vagy a sikánban. Nem mellette nem várták le a pályát, úgyhogy... Hopp, és összeakadtak Pécsvári és vagy kis Barnabás, hát érdemes lett volna bevárni, de hát mindegy. Pécsvári 6. helyre esett vissza. És megkapta Sáfrany Istvánt a nyakába, úgyhogy hát szerintem nem lesz István veszélyes Pécsvárira. Na hát így Raffai fel tudott kapaszkodni a 3. helyre. Viszont Elekes visszaesett a 4. helyre, gondolom kikerült el a balesetet és... ennyi. Tehát Rafai 3., Orbán Tomia 2., és kis Barnabás megtartott az első helyét. Hopp, és itt hátul Pécsvári már 6. helyen, mondjuk eddig is 6. helyen volt. Viszont ami változott, az az, hogy elfejtettem a kombinációkat a billentyűzeten, ja nem az, hogy István egyre közelebb van Pécsvárihoz, úgyhogy Pécsvári lehet, hogy egy kicsit szétesett fejében. Na, 10. körben vagyunk, 30 körös a futam, tehát úgy van beállítva a szerve, hogy 30 kör vagy 50 perc. Na. Lássuk, Sáfrány meg tudja előzni Pécsvárit. És ott van mellette, előtte, mögötte. Ott van mindenütt. Megpróbál alávágni, lássuk, hogy sikerül-e. Istvánnak elég jó kigyorsítása volt. Viszont Pécsvári védi az éveket.
Igen, hát Pitchford védi az híveket, viszont úgy tűnik, hogy egyes területén, egyes szektorokban gyorsabb, mint István. Nézzünk gyorsan előre, hogy nem történt valami, valahol. Hát itt elő nem nagy... Na, és Orbán a második helyen, hopika-hopika. Egyre közeledik. Viszont kis Barnabás meg tudta tartani az első helyét még egyenlőre. De Orbán nem adja fel. Ilyen a narancs színű autó. Szemletet kihagyni. Nos, és újból célegyenes, újból Orbán bátyán próbálkozik. És ugyanaz a séma újból, célegyenes végére nem sikerül megelőzni. Talán picivel közelebb kéne maradjon, és az utolsó pillanatig bent tartsa az autót a szélárnyékba. Viszont Raffai se unatkozhat. Mert a fény meg megkapta Elekest a nyakába. Nyakára. De hogy nehogy szúrja a ház elejét, mutassuk azért Szombatit is. Illetve Pécsvárit. Pécsvár még mindig a hatodik helyen, de már egyre közelebb Szombatihoz. Hát Sáfrán István az most lemaradt Pécsvári Lászlóról, úgyhogy ő most el van a hetedik helyen. Hát Jaksi Gyulának ez a piros autó nem bőven hozott most szerencsét, 8. helyen van, se előtte, se mögötte nincs olyan ember, akit esetleg meg tudjon lőzni, viszont jól tartja magát. Talán majd a cserék után, gumicsere után, box kiállások után jól van. Talán akkor ottan lesz valami. Súlyok Norbert a 9. helyen, és itten egy trió van kialakulóban, Súlyok, Farkas Márton, illetve Kárász Lodell Rudolf le van maradva, Farkas Márton a célegyenesben megpróbálja megelőzni Súlyok Norbertet. Lássuk, Norbi bent tartja a belső ívet, védi, viszont Farkas körbe autózta volna, ha nem hibázott volna, és lecsúszott a pályáról. Viszont nem adta fel Mártonunk. Ajjajjajjaj, mindketten hibáztak, kisodrótak. Viszont Márton ezt megpróbálja kihasználni külső éven, és meg is előzte.
szép előzés volt, kihasználta a hibáját Norbinak. Viszont a Norbit úgy néz ki, hogy kárászoló volt. Na nem, azt hittem, hogy közelebb van. De, lehet, hogy elég közel van ahhoz, hogy talán még Rudolf is megelőzze Norbit. Hát úgy néz ki, hogy Norbi összeszedte azért hamar magát, tehát. Úgyhogy menjünk előrébb, lássuk, hogy most eltalálom. Hát, eddig hátra felmentem, nem számít. Itt egy kis beakadás volt. És elkezdődtek a box kiállások. Pécs válik, visszaesett a 8. helyre, viszont 9. Maradt is a 9. 11. Szóval nem egyedül volt a boxban. Pécs válik, opp, és kis Levi. Igen, beragadt. Tehát Pécsvári visszaesett a 11. helyre a box kiállások után, illetve ki vagy te, Farkas? Szombati? Volt Szombati is a boxba? Sajnos ezt nem igazán tudom ingyen megállapítani. Viszont annyit tudok, hogy kis Levi azért állt be oda, mert talán valakik vágták azt a részt. Opa-opa, és lemaradtunk Rafai előzéséről, Rafai megelőzte Orbánt, és nagyon-nagyon rajta van kis Barnabáson, viszont Orbán nem hagyja magát, és elekes, hol vagy elekes, elekes, belükt a nóziát, öpsz, ájjájjáj, és baleset, ki volt az? Rafai keresztbe állt, és így Orbán meg tudta előzni, illetve kicsit összekoccantak. És Sáfrány is bejött, és Jaksi Gyula is bejött, és ki vagy? Sáfrány elhibázta a boxát. Igen, Sáfránynak és Rafainak egy helyen voltak a boxa, egy helyen volt a boxa. Hú, ez most egy hülye mondat volt, de mindegy. Na, hát a Rafael második helyről visszaesett a 7. helyre, box kiállás után. Jaksi 8. illetve Sáfrány István a 9. helyen. Kárász Rudolf a 10. Súlyok Norbert 11. Kis Levi 12. Élő BT-ként sárga zászlót osztogat mindenkinek. Igen, tehát akkor a nagy hosszú sárga lázókő mellé kaptak egy nagy hosszú sárga DTM autót is, úgyhogy aztán biztos nem tudják átvágni. Közben úgy néz ki, hogy a 13. helyen lévő Kovács Dávid felmutatta a harcot, úgy gondolta, hogy ő már nem tudja felhozni, ez már a sokadik olyan verseny, ami nem jön össze neki. És kis Barnabás az első helyről kijött a boxba. Lássuk, meg tudja tartani az első helyet, és most már jön is kifele. Nem sikerült neki második helyen van, vagy mégsem. Orbán rájött. Sőt, nem, hogy Orbán, hanem a Szombati Péter. Lehet, hogy Szombati még nem volt a boxba, de... és a tumultus van itten. Nézzük, Farkas Márton tehát az első helyen. Kis Barnabás a második helyen. Majd Szombati Péter, Orbán Tamás, Pécsvári, hoppá, Pécsvári fejlődött a 5. helyre, illetve Elekes Csaba. Na hát Pécsvári tolja le a pályáról Orbánt. Nem szó szerint, de
Nagyon ott van. Szépen összegyűltek itten. Kis trashparti, stb. 17. körben vagyunk. És Pécsvári már mutogatja magát Orbánnak. Kijött szélárnyékból. Hopp, és itten Szombati már újócskázik Barnabás mellett, és belső íven próbálja tartani az autót, de nem jut össze neki. Viszont Orbán mellett Pécsvári mindjárt eljön. Pécsvári belső íven, Orbán külső íven. Pécsvári ott tartja az autót, Orbán szállja az ívet, úgyhogy ebből se lett nagy előzés. Hát ami késik, nem múlik. Pécsvári nem adja fel. Újból ott van egész a fenekében. Igen, itt nem szabad előzni. Csebe? Jó. Csaba elekkel szárja ezt a csoportot, oppá, és próbálna Pécsvárit megelőzni. Oppá, itt elől, vagy, na, el nem megy. Előre, na, megvan. Hát tumultus alakult ki. Kis Barnabás és illetve Farkas Márton. Hát igen, nagyon úgy tűnik, mint a Farkas Márton kicsit feltartaná ezt a bolyt. Aja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 j
Farkas Márton nagyon esik vissza. Visszaesett a harmadik helyre. Na, második. Harmadik. Na. Igen, szemmel látható Farkas Márton lassabb, mint ez a boly. Jorbán kisvetődött jobb oldalra, és próbálja megelőzni, kisodródik, és így Pécsvári el is ment mellette. Pécsvári? Igen, Pécsvári el is ment mellette, viszont Pécsvári most meg fogja előzni Farkast. Hát vagy nem. Viszont szemmel láthatóan feltartja őket. És most kisodródik, és belső íven elmegy Pécsvári. És lássuk most Orbán is meg tudja előzni őt. Hátul közben Rafai és Szombati. Rafai megpróbálja Szombatit kicsit így palattyulni. Na, Orbán kem, lássuk. Külső íven tartja az autót. Márton védi a belső ívet, és a szokásos... Hoppá, és közben Elekes. Elekes volt a harmadik nevető, és talán Orbánt meg is előzi. Így is van. Úgyhogy Orbán kem, ahelyett, hogy előzött volna, őt előzték meg, mivel Márton feltartotta. És közben Rafa is próbálkozik itt hátul. Sőt, olyannyira próbálkozik, hogy ha jól látom, meg is előzte. Négy is van, de viszont Szombati nem adja föl. Hát itt mindenki mindenkit föltart, tehát. És ennek az embernek köszönhető,
Farkas Márton összegyűjtötte itten a híveit, és töretlenül viszi előre őket. Itt hát, hogy nem döntötték még el, hogy melyik fehér autó legyen előrébb. Szombati vagy Raffai. És Márton jön is a boxba. Hát akkor ezért tartotta fel őket, mert el volt fogyva a gumia. És Raffai megelőzi. Na, Orbán Petjáti, Orbán Tamás Elekessel próbálkozik. Elekes belső ívben van, úgyhogy ott nem tudja betenni az autót. Közben két hófehérke próbálkozik egymással töretlenül. Egymás mellett. Huszonegyedik körben vagyunk. Levente még mindig ott áll az útban, és figyeli azokat, akik megpróbálják átvágni a sikánt. A Szombati Peti az nem adta föl. Nagyon-nagyon azon van, hogy Raffait megelőzze. Közben Orbán lemaradt. Lemaradt Elekesről. És vagy Elekes lett gyorsabb, vagy Orbán hibázott valahol. Rossz kigyorsítás, megcsúszás, lesodródás, az is ezt eredményezi. Na jó, hát gyerekik, hát most akkor lesz előzés, vagy nem, minden eset előre megyünk, hogy nézzük meg. Tehát Pécsvári, második kis Barnabás az első. De hát akkor lássuk, mint ahogy mondtam, kis Barnabás az első, Pécsvári a második, Elekes Csaba a harmadik, Orbán Tamás a negyedik, Raffai Ádám az ötödik, Szombati Péter a hatodik, reméljük nem lesz előzés, míg át verekszem magam a srácokon. Jaksi Gyula a hetedik, Sáfár István a nyolcadik, Farkas Márton a kilencedik, Kárász Rudolf a tizedik, Sulyok Norbert a 11. Kis Levente, hát mondjuk úgy, hogy a 12. de már kiesett, és Kovács Dávid úgy szintén kiesett 13. helyen. Na hát itt az 1-2 első két helyen semmi izgalom. Harmadik helyen, hát Pécsvári emleget. Elekes Csaba az elég szépen elhúzott Orbántól. Viszont Orbán után Szombati végül nem, csak majdnem megelőzte, úgyhogy maradunk itt egy kicsit, lássuk Ádám és Péter mit művelnek.
No, hát úgy néz ki, hogy szombati jártásunk nem tudta megelőző napait, viszont itt előrébb Orbán közelebb lelekedte magát elbetűvel Csabához. Abegá, és erről lemaradtunk, mert Orbán elvtársékat mutattuk, szombati végül megelőzte lapait. Viszont a lapai nagyon közel van. Lesz ebből előzés. Szerintem Rafai megpróbálja visszavenni a helyét. Helye hujahaj. Igen. Erre voltak kíváncsi, hogy egyformák az autók, nem? Egy Mercedes kontra BMW. Hoppá! És szombati! Nem. Rafai megtoszolította szombatit, és ajajajaj, 8. helyre esett vissza. Hát, Rafainak be kellett volna várni a szombati Péter. Ez elég csúnya volt. 9. helyre esett vissza vonva. Hát ebből már... Farkas Márton van előtte, hát ő is elég szépen visszaesett a 8. helyre. Igaz, gumicsele volt, de még van 5 körük. Ebből már nem lesz dobogó. Sáprány István 7. helyen előtte Jaksi Gyula. Hát Gyuszikám... Ádám az 5. Na hoppá, és Orbán Tamás, meg Elekes Csaba. Egyre közelebb vannak egymáshoz. Gyorsan nézünk előre, Pécs várja. 2. kis Barnabás a 1. Jó, ott semmi nem változott elől. Viszont itt talán, ha Orbán Petink. Mire nyomtam én le? Ment. Jó, megjött. Tehát Orbán Peti nagyon ott van a fenekében. Ahogy Rics mondja, a farfáját nyaldossa. Hát most erre mit mondjak? Nem akarja megelőzni. Mondjuk itt nem is tudja, mert ott van drága sárga zászlós emberként, sárga autóval. Úgy néz ki, hogy ők vannak a legközelebb egymáshoz. 26. körben járunk, ha jól számolom, akkor van még 4 körünk hátra. 4 köre van Elekes megelőzni. Nézzünk hátrébb, hát Ádám körül senki. Sáfrány is van, végül megelőzte Gyulát. Természetesen jó szokásunkhoz híven erről is lemaradtunk. De hát emlékeinkben megőrizzük. Illetve ők megőrződik az emlékeikben.
Mert ugye én ebből nem láttam, úgyhogy ez megesik. Szombati Péter 9. helyen szomorkodik. Hopp, és itten Kárász Rudolf és Újok Norbert találkozását találhatjuk. Ahogy az egyik a másikat leszeretné gyózni. Lássuk ki, mivel van, egy Audi és BMW. Ez nagyon olyan, mint a Toro Rosso és a Red Bullnak a találkozása. De nem minősítünk senkit. Rudi, nyomd be a féket, menjenek el melletted. Hátré van még valaki, lássuk, nem? Kis Levente, ő töretlenül itt áll, és... Igen, és könnyezik a lámpája. Hát akkor nézzük Leventének a... Én nem tudom... Ja, hogy itt nincsen rázókő. Aha... Na, lássuk. Na és Norvi egyre közelebb van, nem magja fel, és megpróbálja Rudolfot megelőzni. És még mielőtt arra gondoltok, amire én, nem, ő nem az a Rudolf. Nem húzza a szánt, csak a gáz nyomja. Hú, mit kapok én ezért? Na, hát nézzük, menjünk egy picivel előrébb. Szomorú Szamurájhoz, Péterhez, 9. helyen. Ő előtte Farkas Márton van. Inkább nem mondok semmit, Jaksi Gyula, Sáfrány István, Raffai Ádám, Orbán Tamás és Erekes Csaba. És előttük, na azért mi megvárjuk, mi lesz itt a célegyenes végén, de a szokásos Elekes védi a Zivet, Orbán megpróbálja megelőzni, majd bezár a bazár, és Orbán Kámok meg nem nyomta a gázt. Hát akkor lássuk, előre menjünk, haha. Pécs várja a második helyen, hát elég szépen le van maradva kis Barnabástól. Igen, és a srácok nem mernek vágni a nagy törzsfőnök szemelátára. Máshol meg nem lehet. Hát ebből nem lesz előzés, akkor próbáljunk visszavenni. Hoppá, Gyula és Márton. Ők is összetalálkoztak. Végre valára. Márton utolért a Gyulát. Talán láthatunk valami akciót, csak kinőség egymást. Hoppá, Márton külső íven próbálkozik, Gyula tartja a belső ívet. Miért tartja az autót? Nem hagyja magát. És... Hát... Na jó, gyorsan menjünk előre.
pécsvári. Hát még Pécs, én nem tudom, mit pécsvári azok. Kis Barnabás, ott írja valószínűleg, azt nem tudom elolvasni. Jó. Na, több gyorsanak végül nem sikerült Norbertet megelőzni. Péter, Jaksi, Gyula. Na, Gyula. Gyulam, Gyulam. Végül Farkas Márton igen megelőzte Gyulát. Ez várható volt. Menjünk gyorsan előre, előre, előre. Elszámoltam magam? Megint? És nem számoltam el magam, 30 körös volt, Kis Barnabás az első, Pécsvári László a második, Elekes Csaba a harmadik, Orbán Tamás a negyedik, Raffai Ádám az ötödik, Sáfrány István a hatodik, Farkas Márton a hetedik, Jaksi Gyula a nyolcadik, Szombati Péter a kilencedik, Súlyok Norbert a tizedik. Azért még megvárjuk. Közvetlen Peti mögött ott van Kálász Rudolf. Hát még az utolsó körben sos lehet tudni, hogy mi történik. Még sok minden nem, de hát annyira nincsenek közel. Azért szépen megvárjuk. Így is van, és akkor hivatalosan is Súlyok Norbert a tizedik, Kálász Rudolf a tizenegyedik, Kis Levente végül, hoppá, bejött a 12. helyre. Igen, Kovács Dávid kiesett, tehát akkor Levente nem maradt. Úgyhogy Kis Barnabás győzött a Hungaroringi pályán. Én Létei Attila voltam. És vagyok is leszek, remélem. Úgyhogy ti az ESL DTM Hungaroringi futamát láthattátok. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok a viszontlátásra!